out there. Íródott, vagy ez alapján, ez az ő saját darabja, adaptációja, ami a saját játékszabályai szerint működik, és minket valahogy nagyon megihletett az, ahogy ez a darab elindul, hogy jön egy új hatalom, ami azt mondja, hogy már pedig most bizonyos emberek valamilyen címkel kapcsán nem kívánatossá válnak. Tetteim nyomán egy birodalom fog kiemelkedni az éjfekete káoszból. Ma éjfélkor hazánkban bevezetésre kerül a felvilágosodás. Tündérekről, varázslényekről van szó, egész konkrétan, akiktől egészen egyszerűen megfosztja magát a társadalom. És annyira sűrűn fogalmazta meg a Péter ezt, mint a darab indítópontját, ami egyébként benne van a Hoffmanban, egészen explicit módon, hogy azt gondoltuk, hogy akkor ezen keresztül mi tudunk beszélni a saját korunkról. Nagyon magától értetődő volt, hogy ez a hármas koprodukció megvalósult, hogy az egyik koprodukciós partner a Kőszegi Várszínház, ahol a nyári bemutatót tartottuk, a másik meg a KB35-nek az Inácsi társulata. Ezer szállal kötődik a két társulat egymáshoz, és most úgy éreztük, hogy van elég kraft meg akarat mind a két társulatban ahhoz, hogy létrejöjjön ez a közös munka. Egyszerűen ki lehetett osztani ezt a darabot, viszonylag sok szerep van benne, meg egyébként is valahogy valami nagy színpadi őrületben gondolkodtunk sok szereplővel, ugye ezt a hármas koprodukciót, vagy a harmadik partner a Kőszegi Várszínház, és ez bizonyos értelemben egy kihívás is volt, hogy nyár közepére eljutatni egy olyan szintre ezt az egészet, hogy be lehessen mutatni. Tetszett? Az volt, kicsit ripacs! Valaha a szirkusban dolgoztam! Vannak megállásunk benne? Én, hogy tanulom a megállásunk. Hát amikor ide kifejeztünk, mint a szóval. Nem, ha mondtai szérendszer, hogy ezt nem kérem, körülöttetek a sötét. Most csak a szöveget nézzük, gyertek picit előbbre. Jó. Hova megyünk? Siessünk! Halljátok! A nyomunkban vannak! Siessünk, halljátok, a nyomunkban vannak! Hová viszik? Halljátok! Tudni, mit szitálj rá az arnódra, jó? Hová viszik? Jó, hogy én ezt arcsító kérdeztem? Nem. Csak azt mondom, hogy licitálj rá, tehát nem felelt semmi, egy ilyen lózungot mondott, mert nyilván menekültek, egyébként nem nagyon van ideje magyarázkodni, de hogy kurvára nem felelt, és fontos volna tudni, jó. Érted? Oké. Okay. Egon bácsi hol született? Egon bácsi hol született? Egy nagyon közel! Levegőkézzel kiveszed, rábötsz levegőkézzel a levegő boldra. Teli hogy van? Észre se vettem! Akkor folytassuk! Oké, eszünk neki! Donde estás? Donde estás, Yolanda? Que pasó? Que pasó, Yolanda? Tulajdonképpen már egy ilyen összeszokott tím, akivel létrehoztuk ezt az előadást alkotóilag, a Sándor Júli dramaturg, akivel Szeldövöktől már két ízben sikerült együtt dolgozni a Szent Iváni Álomban, illetve a Mielőtt meghaltál című előadásban, és stúdiósokkal csináltunk, és akkor ez olyan magától értetődő volt, hogy a Júlinak közben volt itt Szelben egy rendezése is, a Két testvér című mese, amit ő maga írt, és hát nagy szeretettel jövünk vissza, ez tulajdonképpen most már azt lehet mondani, hogy a Júlinak is egy ilyen második otthona talán,
ahol mindenféle olyan plusz értéke van a munkának, ami miatt érdemes ide visszajönni, és amennyi energiát beleülünk az egészbe, tulajdonképpen ugyanannyi energiát vissza is kapunk a társulattól, az emberektől, a helytől, meg úgy egyáltalán a munkától. Aki csak táncol, annak most egy pici szünet, megnézzük a jelenetet, aztán a végére ráépítjük, jó? És akkor aki még újonc volt itt legalábbis celdömöki közegben, az a Devics Botond. Botond egy iskolai közeget tervezett díszletnek ez az egészhez, ami szerintem nagyon izgalmas kontextust tud teremteni ehhez a darabhoz, anélkül, hogy túlzottan ráülne. És azért is szerettük volna aláhúzni ennek a közegnek a jelentőségét, mert ennek a darabnak a kiinduló pontja egy olyan rendszer szintű átalakítás, amiben azt mondják, hogy a falvakat iskolákká alakítják, a városokat pedig egyetemekké. Ráadásul az egy olyan közeg, amihez mindannyiunknak van kötődése, vagy valamilyen emléke. Jó, próbára tette szerintem az itteni kondíciókat ezzel a díszlettel, de ezzel együtt meg az egyik legizgalmasabb díszletünk szerintem a Soltisban, ami ebből volt. Marci, igen! Szóval egy jó kis alkotói tím jött össze, de hát ez nyilván kellettek a helyi erők. Az nem baj, hogy 15 centi utára kommentkont? Már rakok el csinálni. Egyáltalán nem baj, csak kávé. Ez a pacol. Esküszöm, de nem úgy, pont úgy néz ki, mint az igazi pacol, ami még nincs kimosva. Marton Mikinek a szívósága, meg az eltökélt mániákussága, hogy összehozzon egy ilyen benga díszletet, és ilyen precízen kivitelezze, meg minden segítség, aki egyébként hozzájárult ehhez az egészhez. Például a Vince Tomi, mindenki nem sorolom a neveket, mert nem akarok ijedni senkit. Szerepe van ebben az előadásban a mozgásnak, és az egészen apró gesztusoktól akár egészen nagy koreográfiától sok mindent akar ebben az előadásban. És hát nagy kihívás volt a csapatnak, de hogy azt kell mondjam, hogy nagy odaadással, energia befektetéssel, sok izzadság árán, de végül is sikeresen vette ezt a kihívást. Nagyon érdekes egyébként az előadásnak a zenei világa. Ugye ezért elsősorban a Gregory Zsófia, aki egy személyben felelt alkotóilag azért, hogy ez létre tudja jönni, és hát az első Vönözki héttől kezdve gyönyörűen tanította be a kórusokat, mindenféle Mozartot belepakoltunk az egészbe. Ugye ez a darabnak az alapfelvetése, hogy a Mozartot éppen az aktuális rezsim betiltja és tiltólistára helyezi. És hát akkor mi valahogy így az elejétől kezdve azt gondoltuk, hogy jó lenne ebből kibontani a darabnak a zenei világát, vagy legalábbis a jó részét. Thank you.
olyan gazdagsága, egy annyira szerteágazó, szürreális őrület, amiben ez a fali ír, minden romantikus túlzásával, hogy ez nagyon izgalmas színpadon, hogy ezeket a szélsőségeket hogy lehet megjeleníteni, hogy lehet érvényesen mai színpadra alkalmazni, vagy állítani, megjeleníteni ezeket a varázs dolgokat, és közben meg emberi sorsokat, emberi tragédiákat, mély szomorúságokat, és nagyszerű humort, hogy ez egyértelműen egy olyan kihívást jelentett a számunkra, ami azt azzal járt, hogy mi ezzel akarunk foglalkozni. Boldizsár! Ugye így hívnak? Igen, Boldizsár. Boldizsár! Tényleg nagy menet volt, én elsőre egyébként azt satszoltam, hogy ilyen másfél óra körül lesz, de közel két órás játékidőt sikerült mégis létrehozni. Majd még remélhetőleg az alatt az egy hét alatt sűrűsödik, meg tisztul a játék, de az is lehet, hogy még gazdagodik, nem tudni előre. Minden esetre kimaxoljuk ezt az egy felvonást, az biztos. I can't keep myself from evil.